Szeptemberben még nemet mondott a baloldali koalíció arra, hogy készítsen a pécsi önkormányzat egy energetikai cselekvési tervet, mondta a városi Fidesz frakció vezetője pénteken. Most a kormány bejelentette, hogy támogatást ad a rezsikifizetéshez az önkormányzatoknak, ha van ilyen tervük. Valószínűleg ezért hívta egyeztetésre a jobboldali frakciókat a pécsi alpolgármester, tudtuk meg Csizmadél Pétertől. Megjelent már az a jogszabály is, ami ennek az egyeztetésnek a pontos kereteit fogja tartalmazni, ebben pedig feketén-fehéren szerepel az, hogy kell egy ilyen energetikai cselekvési terv. Az önkormányzatoknak az a feladata, hogyha tárgyalni kívánnak a kormánnyal, hogy készítsenek egy olyan dokumentumot, amiből egyértelműen látszik, hogy milyen módon tudnak takarékoskodni, és melyek azok az intézmények, cégek, szektorok, amelyek a leginkább kiszolgáltatottak, ahova leginkább szükséges lenne, hogy valamilyen többletforrás támogatás érkezzen. Több város, például Székesfehérvár már ezen a héten elkészült ezzel az energetikai cselekvési tervvel. Pécsen csak most kezdik az összeállítását, pedig október végén, november elején kezdődnek a tárgyalások a támogatásokról a kormánnyal, mondta a frakcióvezető. Csizmadia Péter szerint most félre kell tenni a politikai csatározásokat a város érdekében. Ezek olyan helyzetek és ezek olyan időszakok, amikor kicsit félre kell tenni a pártpolitikát, és valóban arra kell figyelemmel lennünk, és azt kell a fókuszban tartani, hogy mi a jó a pécsieknek, és mi a jó a pécsi önkormányzatnak. Tehát természetesen ezen az egyeztetésen részt fogunk venni, megtesszük a magunk javaslatait, mert az látszik, hogy a városvezetés bizonytalan és döntésképtelen ebben a helyzetben, segíteni kívánunk. A képviselő szerint 2-300 millió forintot például már abból meg lehetne spórolni, hogy nem fizetnek ennyi tanácsadót, nem juttatnak sok milliót a baloldali holdudvarhoz tartozóknak. Csizmadia Péter szerint ez lesz az alapjavaslatuk, amihez ragaszkodnak, hogy a város támogatást kaphasson és fizetni tudja a rezsiszámláját.